Na, jó. A mai túra az a bükről fog szólni. Lesz sár, lesz hó. De szépen látszik ott a felhők fölött, ott a csúcsok, ma havasak. Nagyon rég voltam a bükkben, és két dolgot szeretnék megnézni. Az egyik a vöröskőforrás, a másik pedig a tarkőnek a sziklaszirtje. Hát ahogy néztem, azt hiszem csak egyszer kell kereszteznem valami folyót. Öt évvel ezelőtt az egyik matton nagyon közel voltam ehhez a helyhez, de akkor nem is tudtam róla. Most viszont teljes erővel tör fel. Fantasztikus látvány. A térkép szerint a völgynek a jobb partján vissza egy csapás. Hát eddig ott jöttem, de annyi kidőlt fa van, nem tudom ezek közül mennyi friss, hogy ott nem lehet menni. És átjöttem a bal partjára, hogy megnézzem a felső részét, kb. 100 méter is ott vagyok. De lehet, hogy csak az alsó látványos, és a felső nem, az mindjárt kiderül. Szerintem ez lenne az, de itt nincs semmi, úgyhogy jól jöttem ide, na mindegy. A hegyoldalt az túl meredeknek tartom most, mivel elég nagy sár van itt az oldalakon is. Ha meg lehetne oldani, de felesleges. Inkább van itt egy szimpatikus völgy. Szerintem még egy csapás is van, úgyhogy itt fogok felmenni. Itt kb. 200 méter, és van egy dózerútot, már jártam. Valamiért nekem úgy tűnik, hogy itt már előttem más is járt. Túlságosan steril az út. Na jó, hát azért nem steril, de annak nyomok. Itt lehetne tovább menni a völgyben, viszont körülbelül 100 méter ebbe az irányban, és vannak kövek, meg fák, meg minden egyéb, úgyhogy szerintem ezt bevállalom. Itt fogok felmenni, és akkor rövidítek, majd kerülő lenne. Hát körülbelül az a magasság, ahova föl kell menni, és akkor ott már jó vagyok, ott a dózerút. Nem egy veszélytelen vállalás, de szerintem menni fog azért. Hála a sok peaksnek, valami haszna is volt. Igazából jó lenne ez, ha tudnám használni mind a két kezemet. Hát akkor kiforgat. Aha, igen, hát ebben nem érdemes belekapaszkodni, mert ezt konkrétan ráfújok és kidől. Ja, hát, nem mondom, hogy zéró tapadás, valami olyasmi. A legkritikusabb részen túl vagyok, mert hogy láttam egy muflon csapást,
vagy valami vadcsapást. És azt hittem, hogy ha ők felbírnak menni, akkor majd biztos, hogy én is. Hát följöttem. De gyanítom, hogy ők nem küzdenek ennyit az üggyel. És akkor így látszódik, hogy azért van mélység. Rövid időn belül. Jó volt. Tetszett. Hát az a sziklaszírt az nem más, mint a vöröskő csúcsa. És akkor értelemszerűen innen kapta a forrása nevét. Na, úgy látom, hogy az OKT felett a gerincen meg egész könnyedén meg lehet közelíteni. Azt hiszem, hogy most következik a tarkői kőfülke. Ami viszont rossz hír, hogy elég erősen fúj a szél, hallom a fák susogását, és ilyen 630 méteren már fagyhatár is van. Szóval nem kizárt, hogy ott fönt tényleg megkapom a havat. A kérdés az, hogy mekkorát. Szemben az ott szerintem már tarkő. Ez látszik, hogy havas. Viszont én nem a tetejére megyek föl, hanem a kőfülkéhez, ami alatta van körülbelül egy ilyen 100-150 méterre. Hát nincs melegem. Nem érdemes itt egy helyben totyogni túl sokáig. Hát szerintem ez itt tarkőnek az alja. Még sose jártam. Állati jól néz ki. Megjött a szél elég erősen. Ez most itt nem annyira jó. Túl akarok lenni ezen a szakaszon. De hát ilyen véget nem érő. A gyökerek meg a kövek között kőkemény. Elvileg még egy 200 méter, és ott vagyok a kőfülkénél, és ott talán a másik irányban szerintem ott lesz valami csapás. De ha nem, akkor egy még egy 500 méterre út, és akkor ott a jelzés. Szóval ennyit kell kibekkelni. De egy kicsit behúzódok. Ez itt a tarkői kőfülke. Micsoda váltakozó körülmények vannak. De tényleg ma eddig minden volt. Sár, hó, jég. Száraz idő. Most van szél. Hát téli túra, na. Úgyis erre vágytam. Kis kalandos, kis cucc volt ez a mai. Élveztem. És egy hét múlva folyt köv a játszani mentem harmadik fordulóján. Ami a Pilisben lesz. Annyit elárulok.